Kedves nézőink, megyei első díjban részesült a Bánki Donát Természetbarát Egyesület. Többek között erről és jövőbeli terveikről is szó esik a következő stúdió beszélgetésben. Kérem, tartsanak velünk! Köszönöm a stúdióban a Bánki Donát Természetbarát Egyesület képviseletében Bakstert János alelnököt és Káldi Géza tiszteletbeli elnököt. Jó estét kívánok, uraim! Nemrégiben zajlott az évértékelő közgyűlésük a tavalyi évvel kapcsolatosan. Én ahogy elnézem itt a serleget, okleveleket, azt hiszem, hogy sikeres, sőt kiemelkedően sikeres évet zártak. Nem tudom, alelnök úr, önök úgymond belülről hogy látják, hogy értékelik a tavalyi évet? Hát egy jó évnek mondhatjuk, ez már hagyományunk tulajdonképpen, hogy az utóbbi években mindig elég sikeresen alakul az Egyesületnek a sorsa tulajdonképpen. Ez mutatja azt is, hogy évről évre nő a létszámunk. Ez a tavalyi évben elérte a 360 főt. Ez az előző évhez képest 94 fővel emelkedett a létszám, tehát a 14-es évhez képest, és ebből a nagy létszámból 229-en az Országos Természetjáró Szövetséghez is leigazoltak, tehát annak is tagjai. Ez elég nagy lét tulajdonképpen. Megyében mi vagyunk a legnagyobb taglétszámú egyesület. Alelnök úr, konkrétan miért is kapták ezeket? Mondjuk el, hiszen érdemes. Igen. Volt egy ilyen, hogy Veszprém megye legjobb egyesülete és Veszprém megye legjobb egyéni túrázója címeket lehetett elérni. A Veszprém megye legjobb egyesülete címet nyertük, megkaptuk ezt a serleget és oklevelet, amely a Veszprém megyében működő 10 egyesület szakosztály között végeztünk az élen. Azt lehet mondani, az idén biztosan, mert voltak előző évek is, amikor elsők lettünk, de akkor egy kicsit vékonyabb volt a két egyesület közötti a különbség. Második helyen végzett az építők, Veszprém építőkese, harmadikon pedig a Zajkai kórház ese. Hát önök az elsők, igen. És itt most jelen pillanatban ez a lényeg, és nagyon szerényen nem említette azt, hogy ön egyéniben is nagyon szép sikert ért el. Igen, tulajdonképpen ugyanez ez múlott, vagy volt egyénibe is, ahol gyalogos kategóriába, kerékpáros kategóriába és vízi kategóriába is lehetett pályázni. Egyesületünk be is adta ezekbe a felterjesztéseket, és nagyon jó eredményt értünk el tulajdonképpen, mert kerékpáros kategóriába, ja és ez férfi és hölgyeknél között is van, tehát külön-külön értékelték őket. Kerékpáros kategóriába mind a két helyen első és második helyet értünk el, a gyalogos kategóriába a férfiaknál az első három helyet mi hoztuk el, tehát bankisok végeztek, hölgyeknél egy első helyet és egy harmadik helyet értünk el, míg a vízi kategóriába a férfiaknál szintén elsők lettünk. Gratulálok ehhez mindannyiuknak, önöknek és mindannyiuknak, és már is elhangzott, hogy többféle szekcióban működik ugye az Egyesület. Elnök úr, milyen szekciókból épül fel tulajdonképpen, és melyik szekció hogyan teljesített? Az imént hallottunk egy összegzést részletesebben. Ugye az alapja az egész Egyesületnek a gyalogosokon nyugszik, és van kerékpáros szakosztályunk, van kincskereső GPS-es, geocachinges szakosztályunk, illetve nyugdíjas klubunk. Ez a két utóbbi szerintünk országos ritkaság, mert nem jellemző, hogy sportegyesületeken belül ilyesmi is adódik. De ezek is az eredményeinket növelik, hiszen a 360 fős létszámból kb. 200 diák, kb. 100 nyugdíjas és a közbelső kategória pedig az aktív dolgozóké. Tehát a nyugdíjasok is megteszik a magukét ezen a területen. Természetes, hogy a gyalogosok tesznek nagyon-nagyon sokat, hiszen alapvetően, ugye, ahogy a mottónk is, a szlógenünk is jelzi, hogy a láb mindig kéznél van. A gyalogláshoz
különösebben nem kellenek olyan komoly felkészültségek, hogy abba bárki bele ne tudjon vágni, mert megfelelő a körülményekhez alkalmas ruházat, szükséges egy nagyon jó cipő, és a többi meg minden megtalálható mindenkinek a háztájába. Sokan félnek ettől, hogy hú, túrázás, akkor egy kemény fizikai próba, erőfeszítés, vagy nem kellene félni ettől? Lehet bátran csatlakozni önökhöz? A történetünk úgy szól, hogy mi szívesen veszük, ha hozzánk bárki is csatlakozik, és nincsenek komoly megméretetések, fölvételi vagy egyáltalán, hanem bejelenti az elnökség, elbírálja, és már is jöhet velünk az útjainkra. Mennyire kemények ezek az utak? Mit kell tudni róla? Az útjaink természetes, hogy a korosztályhoz szabottak. A diákságnál is úgy kategorizáljuk, mivel a diákokkal külön túrázunk, hogy lehetőség szerint a folyamatosság meglegyen. Tehát amikor a diák beesik hozzánk, vagy egy új tag, akkor mindjárt nem azzal indítunk, hogy na, 50 kilométeres teljesítmény túrára visszük, hanem valami lazább, nyugisabb útra, és olyan 5 és 15 kilométer körüli az alap. Az 5 kilométer körüli kategória az inkább a nyugdíjasokra vonatkozik, és a magasabb számérték pedig az egyéb korosztályra. És lehet ezt növelni, vagy valaki megáll mondjuk a 15 kilométernél, és mindig olyan utakra jön el, amelyek 15 kilométer alatti. Tehát nincsenek kötelezően előírt turnusok, kötelező teljesítmény nincs az egyesületben? Nincsen ilyen, mondom, megkötöttség nélkül lehet hozzánk belépni, és van még egy kedves elterjedt mondásunk, hogy aki minket elfogad, őt mi is elfogadjuk, illetve olyan hosszú sor még soha nem kanyargott az erdőbe, a csapatunkból, hogy a végére ne lehetett volna beállni. Ez egy annyira aranyos bájos társaság a nagy létszám ellenére is, vagy amellett is, hogy ez alapot képez arra, hogy szinte bármilyen teljesítményre képesek vagyunk, ami nem haladja meg ugye a fizikai energiánkat, és egy összefogó, nagyon hangulatos, nagyon bájos társaság. A nyugdíjasoknak külön is szervezünk túrákat, ezek ilyen 8-10 kilométer, 12 kilométer körüliek, sétatúra címen szaladnak, páros hétszerdai napokon, a buszpályadvaron találkozunk velük, akik oda jönnek 8 óra 30 percre, akár tagjaink, vagy bárhonnan. Legutóbb egy kis csőszről, hogy autózott be hozzánk egy hölgy, és itt is ragadt nálunk, hogy megsétáltatjuk, és ebédre mindenki haza tud érni. Tehát szívesen látunk mindenkit, aki nem tagunk is, tehát ezeken a túráinkon. A honlapunkon meglátható, hogy mikor szervezünk túrát, hány kilométer, tehát adatok is vannak, hogy hány kilométer, milyen szintemelkedéssel, mikor indul a túra, tehát ezt mind megtalálható, és nagyon sokan vannak, akik eljönnek, még nem tagunk, eljönnek egy-két túrára, és utána kedvet kapnak tulajdonképpen, és később egy pár hónap múlva már igazolt tagjaink közé sorolhatjuk őket. Azért vannak önöknél, ugye beszélgettünk itt adás előtt, vannak keményebb, hosszabb, nagyobb túrák is minden évben szerveznek. Hol már jártak a tavalyi évben? Még volt a kiemelkedő túra? Minden évben szervezünk nyáron egy ilyen hosszabb, többnapos túrát. A tavalyi évben július végén Szombathelyről egészen a szlovéniai Mártonhelyig túráztunk. Ez a Szent Márton gyalogos túraútvonal volt, amit 6 napban 146 kilométert teljesítettünk. 16 fő vett részt ezen a túrán. Úgy indult az egész, hogy Szombathelyen reggel egy szentmisével indítottunk. Én lebeszéltem hogy ott van egy ilyen látogató központ, hogy meg tudjuk azt nézni. És ahogy beszéltem ott az atyával, azt mondta, mi lenne, hogyha a szentmisével indítanánk. Na, jó van, mondom, indítsuk. És oda is értünk, 8 órakor kezdődött a szentmise,
folytatni Szent Mise az egész, tehát menetrendje szerint. Egyszer csak megkérte a zajkai turistákat, hogy álljanak fel. Fölállt, megáldott minket, meg tulajdonképpen útra bocsátott, megszentelt minket a Szent Mise keretében. Ez volt, akit annyira meghatott, hogy elkönnyezte magát. Utána végigvezetett minket ezen a látogatóközponton, tehát a mise után a látogatóközponton, és tehát egy nagyon baráti hangulatban vártunk ott el tőle. Utána álltunk ennek a tulajdonképpen ennek a 146 kilométerre, amit Ják, Körmend, Nádasd, Kercoszomor, ott átmentünk, és két napot tulajdonképpen Szlovéniába is túráztunk, még úgy jutottunk el. Azért önök végül is nem országúti vándorok, hanem szó szerint árkombokron mennek keresztül. Gondolom eljutnak azért olyan helyekre is, úgymond extrém helyekre, ahova egyébként az átlagpolgár nem. Valóban így van? Igen, tehát többnyire azért jelzett utakon megyünk, ami ismeretlen táj, tehát hogy azért annyira ne tévedjünk el, mondjuk ez nem jellemző ránk. De előfordulnak azért olyan területek is, amit az ember még nem látott életébe. Olyanokat tapasztal meg ott a helyszínen, amit még nem látott. Erre egy élő példát mondanék. A kék túra mentén találkoztak egy ilyennel, hogy Horthy Miklós tulajdonképpen egy rezervátumot akart az északi középhegységben létrehozni. El is kezdték nagyjából, végül nem valósult meg, de azért egy települést, Derenk községet kitelepítették. Megszűnt a település, és ennek a maradványát is megláttuk ott tulajdonképpen, akkor egy olyasmit, hogy a rezervátumnak a kerítését is lát, még maradványait ennyi év után még mindig lehet látni néhol. Ezek olyan érdekességek voltak. Akkor nem beszélve az olyan helyekről, ahonnan olyan csodás kilátás van, ahova autóval nem lehet eljutni. Elnök úr, egy civil szervezet fönntartása, működtetése azért, ha bármennyire is nem eszközigényes, de nyilván pénzbe kerül, ehhez pedig pályázatok szükségesek. Ezen a téren mennyire sikeresek önök? Hát a múlt év ilyen értelemben nem volt annyira ütős, mint az előző esztendők. Igaz, hogy az ajkai önkormányzat a pályázatunk alapján segítette külön az Egyesületet és külön a Nyugdíjas Klubot, de más pályázatokban nem voltunk sikeresek. Ugye rengeteg sokan pályáznak, viszont az előző esztendő 14-ben akkor több mint 470 ezer forintot hozott a Nemzeti Együttműködési Alap pályázata, amit ugye a túráinkra, a túráink költségeire, szállásokra, úti költségre tudunk elkölteni. Az a jó ezekben a dolgokban, hogy tudunk olyan embereket is elvinni, idősebbeket, akik már egy kissé lassúbbak, hogy nem kell nekik az összes felszerelést végig egy-két hétre való holmit cipelni, bérelünk egy kísérőkocsit, kísérőbuszt, és oda szállítja a társaságot az indulási helyre, a végén hazahozza, illetve útközben is, hogyha a gyalogútnak a vége és a szálláshely távolabbra esik egymástól, ugye ilyen alkalommal is fuvarozni tudnak bennünket. Visszük a főzőfelszerelésünket és egy-egy vacsorát tudunk így készíteni, mert a kondícióhoz rendkívül fontos a megfelelő étkezés is. Ez egyértelmű, azt hiszem. És ilyen túrán belül bármit fogyaszthat az ember, teljesen mindegy, mégis a végén azt tapasztalja, hogy útközben fogyott, mert a fizikai terhelés azért ezzel a komoly ténnyel jár együtt. Elnök úr, melyek az idei tervek? Alelnök úr, bocsánat, melyek az idei tervek az Egyesületnek? Ahogy mondtam már, tehát van egy éves tervünk, ebben vannak a úgynevezett kisebb túrák, tehát az egynapos túrák, amit minden hétvégén biztosítunk valamilyen túrát a társaságnak. Ezen kívül vannak ilyen hosszabb, többnapos túráink, vagy lesz tulajdonképpen kettő.
Az egyik az országos kék túrának a legtávolabbi részét, Zemplént és a Cserehátot terveztük be végigjárni. Ez 6 napban olyan 160 km körüli távot jelentene. A legtávolabbi Hollóházáról indulunk, és onnan jövünk erre nyugatnak tulajdonképpen. Ez lenne az egyik terv. A másik, a nyugdíjasoknak lesz egy 4 napos túrája Pécs mecsekbe tulajdonképpen, Pécs környékén. Úgy nagyjából, tehát ez lenne egy az idejében, ami túrába tervbe vettünk. Hát azt gondolom, hogy nem kevés, ez sem, kilométerbe sem, és teljesítményben sem. Uraim, ehhez kívánok Önöknek jó egészséget, kitartást és minden jót. Köszönjük szépen, hogy eljöttek hozzánk. Mi is köszönjük a lehetőséget.